Üredi Péter vagyok, a és László Cecili hívójelű rádiomatőr, aki evel a találkozó kapcsolat azt tudja elmondani nektek, hogy immáron a 12-en vagyunk túl, de hát itt voltam a kezdeteknél is. Akkor még, mint a szövetség alelnöke, a polgármesterrel nyitottuk meg a találkozót, egy újszerű kezdeményezésként a találkozók nagy sorában. Ami azért fontos, mert amióta a határok kinyíltak most már a mai nemzedéknek a Schengeni határok, gyakorlatilag egész Európát jelentik, amikor mikor mi kezdtük, akkor viszont egy kissé másképp néztek ki a dolgok, és a nagy találkozók kora, ugye 1990 után indultak el, ahogy mi is tudtunk mászkálni Európában, és sorra jelentkeztek a nagy találkozók, így a Burabu Budapesten, a határmenti találkozó Sopronban, és így tovább. És sok olyan amatőr, aki 20-30 éve rádiózott, ott kezdte magát megismerni egymást személyesen. Utána így a területi között a legfiatalabb akkor Bordány volt. Egy nagyon lelkes amatőr csapat szervezi ezt, most már 12-et és ugyanolyan lelkesedést érezni, és a látogatottság sem csökkent. Tehát úgy néz ki, hogy ennek a környéknek egy jól bejáratot, kellemes találkozója lett Bordány. Az itteni csapat minden elismerést megérdemel. A sok kezdeményez közül mindig az marad meg, amit az emberek elfogadnak. Én ezt kívánok nekik, nagyon sok sikert, és a jövőben is szívesen jövök Bordányba. Köszönöm.